Hát sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, és napszak szerint azoknak, akik majd esetleg később nézik az én videómat. Hát senki nem lepődik meg azon, hogy a tegnap esti mérkőzés, egyik mérkőzés tanulságairól lesz szó, mert magát a mérkőzést nem nagyon elemzem, hiszen ígértem is nektek, hogy ha Szalai Attila a Bayern-Hoffenheim mérkőzésen nem fog pályára lépni, akkor magáról a mérkőzésről nem fogok semmit mondani. Szinte semmit nem mondok valóban, mert hogy aki megnézte ezt a mérkőzést, az tulajdonképpen fogta a fejét az ő helyére, az ő helyén játszó, kicsit nála fiatalabb francia fiatalember, hát talán a csapata leggyengébbje volt, ha nem ő kapta a leggyengébb pontszámot, az ne tévesszem meg benneteket, mert volt egy srác, akit kiállítottak a Hoffenheimből, és az nyilván ennek következtében alacsonyabb pontokat kap, de ott volt a 2-3 legrosszabb között az a játékos, aki Enshokinak hívják, aki ugye Szalai helyén a baloldali belső védő helyén játszott. Tragikus tehát ez a helyzet. Miről van szó? Matarazzo, aki neve ellenére, bár rendelkezik olasz felmenőkkel, amerikai és már focistaként a német bajnokságban volt, és aztán egész további életében edzőként a német bajnokságban, német bajnokságokban volt edző. Ez az ember, ez tulajdonképpen azt választja, és ezt mondjuk ki egyértelműen és világosan, mert hogy sokkal durvábban működik ez a dolog, mint annak idején Tedesco idején Szoboszlaival. Neki nem tetszik Szalai Attila játéka, pofázmánya, gondolkodása, véleménye. A franc se tudja, hogy mi nem tetszik neki, nagyon röviden fogalmazva. Remélem mindenki érti, hogy a pofázmányt nem negatív értelemben mondom, hanem éppen úgy, hogy milyen fura is, úgy is mondhatom, hogy hülye is ez az edző, hogy ezt a remek játékos nem alkalmazza. Természetesen a német újságírók nagy része azért felkészült, ahogyan ez Magyarországon is így van. És természetesen megkérdezik, hogy az edzőt nem egyszer, hogy miért nem játszhatja azt a játékost, akit horror összegért vettek meg annak idején a Fenerbahçétől, és akkor ilyen hülye válaszokat ad az edző. Az egyik ilyen válasz az, hogy hát az Attila nagyon szorgalmas, de vannak hiányosságai, és azt nehezen titkolja, és ezért az ellenfél az nagyon könnyen erre rájön, akkor azt is mondja, hogy kivárja a sorát. Tehát ilyen értelmetlen, tartalmatlan dolgokat bír mondani. Tehát nyilvánvalóan arról van szó, hogy nem szereti Szalai Attilát valami miatt. Elsősorban szerintem a játékát nem szereti, mert aki közel áll Szalai Attilához emberileg, az tudja, hogy egy fantasztikusan kedves, egyébként egyáltalán nem domináns és ilyen előtérben nyomuló személyiség, aki nagyon jól el van egy közösségben, és nem szeretne ő a zászlóvivő lenni, hanem ott van a többiekkel, és jól szórakozik a többiekkel együtt. Tehát alapvetően egy nagyon pozitív, kedves személyiségről van szó. Na, ez a történet nyilván úgy fog végződni, hogy Szalai Attila menedzserei már ezerrel dolgoznak, az édesapja ezt ugye nyilatkozta is, ezerrel dolgoznak azon, hogy elkerüljön ettől a csapattól. Azt hiszem, hogy ez a mérkőzés, ez mindenképpen az egyik utolsó csepp a pohárban, bár lehet, hogy ezután a meccs után éppen nyomást fognak gyakorolni az edzőre, és követelni fogja a Hoffenheim menedzsmentje, hogy tegye be Szalai Attilát. Nem játszik annyira rosszul a Hoffenheim, hogy ezt az edzőt elküldjék, ezt azért mondjuk el. Ez az edző különben nem szokott túl sok időt tölteni egy-egy csapatnál. Matarazzo másfél éves átlaggal rendelkezik jelenleg, amit egy csapatnál tört, bár volt olyan, hogy felfele bukott, tehát azért ezt is említsük meg. De hát itt ugye nyilván nem ez van, tehát valószínűleg Szalai Attila menedzserei már bőszen keresik azt a lehetőséget, ami Attila számára megfelelő, és a pletykák ilyenkor már szárnyra is kapnak, és a pletykák között az egyik legdominánsabb, legmeghatározóbb pletyka az, hogy valószínűleg a Fenerbahçe nagy vetétásához, a Galatasarayhoz fog kerülni, amely Galatasaray egy remek csapat ugye a mostani
időszakban, tehát gyakorlatilag még jól is járna ezzel. Hát nem mondom, hogy sokkal jobb, mint a Hoffenheim, de szerintem egy Galatasaray-Hoffenheim mérkőzésen 3-4 meccsből szerintem kettőt valószínűleg megnyerne a Galatasaray, mert egyébként ez a Matarazzo, ez nem egy edző fenomén, és hát ennek megfelelően ugye nem tudná annyira jól felállítani a csapatot, mint ahogyan a Galatasaray edzője. Na de visszatérve a mi történetünkre, Szalai Attila helyzete egy sokkal tágabb kontextust is nyit az ember számára. Ugye a futballt azt nagyon sok minden miatt lehet szeretni. A látványos akciók miatt, a gyönyörű gólok miatt, a futballt körülvevő fantasztikus rajongás miatt, a csillogás, villogás miatt, ki miért szereti, de azért is lehet szeretni, mert magán a mérkőzésen és a mérkőzések körüli mindenféle helyzetekben az emberi világot, az emberi világ összefüggéseit, az emberi világ törvényeit is megtanulod. Mert hogy miről szól ez a történet, anélkül, hogy bármit különösen az ember belemagyarázna, mert aki kicsit is értelmes, az önmagától is érti, hogy ez miről szól. Arról szól, hogy van egy jó teljesítmény nyújtó ember, ugye, aki a munkahelyén, mondjuk ki, mert neki ez ugye a munkahelye, egy kimagasló, nagyon jó teljesítmény nyújt. Itt ugye az történt, hogy annyira jól teljesített a saját munkahelyén, a magyar válogatottban és a Fenerbahce nevű csapatban, hogy azt mondta egy elvileg jobb és jobb anyagi kondíciókkal rendelkező csapat, hogy ez az ember kell nekem. Tehát átkerült az illető egy új munkahelyre. És ezen az új munkahelyen ugye az elején meg kellett szoknia neki az új munkát, és voltak kisebb hibái, nem különösebben, ez mindenkivel előfordul, ami történt, tehát kisebb hibái voltak, és ezek után az edző úgy döntött, hogy ezt az ember csak akkor fogja betenni, hogyha nem tudom hányan sérültek, tehát ha nem tudom hány ember képtelen a munkára, tehát szabadságra mentek, vagy éppen ugye beteget jelentettek, akkor esetleg számít rá munkaerőként. Na most mi történhet ilyenkor a munkavállaló esetében? Egyszerűsítsük le a helyzetet, tehát vagy egy olyan munkahelyen, ahol egyértelműen háttérbe vagy szorítva, miközben te vagy az, aki sokkal jobb vagy azoknál is adott esetben, akik téged háttérbe szorítanak, mondjuk ki. Ilyenkor az egyik megoldás az, hogy az ember feláll, fogja a sátorfáját és elmegy. Ugye Szalai Attila ezt fogja csinálni, bizonyos értelemben ez a legjobb megoldás az embernek, de lehet azt is mondani, különösen ha olyan munkahelyekről van szó, ahol nem ilyen gyors az avulási idő, mert ugye a labdarúgásban az van, hogy a játékos, mondjuk meg őszintén, 10-12 évet tud a placon, a toppon tölteni, és aztán bizony már gyengül azért. Vannak persze kivételes játékosok, tehát vannak mondjuk Ronaldo, vannak Messi, akiknek 25 évig is sikerül ugye a toppon lenni, a Ronaldo valami elképesztő tudatossággal, izomerő megőrző programokkal, táplálkozással, hihetetlen, elképesztő tudatossággal tartja magát azon a szinten, ami most van, még mindig, ami nagyon-nagyon magas szín, de alapvetően egy 10-12 év az, ami igazából nagy időként adódik a topjátékosnak. Az első pár év az, amikor feljut, és aztán 10-12 évet van igazán a csúcson, és aztán megint van egy leívelő időszak. Hát így ezt nem nagyon lehet megtenni, hogy ebben a 10-12 évben a játékos szórakozik, és azt mondja, hogy akkor én most itt megvárom, hogy mi történik. Mert egy másfajta, más típusú munkáján az ember azt mondja, hogy hát semmi nem tart örökké. Ugye hát egy dolog van fenn a víz felszínén, aki mondjuk folyóparton volt, meg esetleg úszómedencében is látott ilyet, az pontosan tudja, hogy mi van mindig a víz felszínén. Az emberek jelentős része viszont nem azonosítható ezzel a dologgal, ami a felszínen van. Tehát úgy is lesz majd valami változás. Úgy is lesz egy olyan helyzet, amikor ha valaki rendesen dolgozik, akkor előtérbe kerül. Most erre azt tudom nektek mondani, hogy ez vagy így van, vagy nem így van. Tehát én ugye általában is lebeszélném az embereket arról, hogy olyan helyeken, ahol ugye őt nem becsülik meg, ahol nem a képességei szerinti elfogadást kap, ott maradjon, mert ugye azok, akik letolták őt arra a pozícióra, ahol éppen most van, azok nyilvánvalóan ott vannak a
menedzsmentben, tehát bármit, bármikor mondhatnak, terjeszthetnek, gondolhatnak róla, vagy éppen az ő véleményét torzítva, úgy alakítva, hogy az nekik tetszik, tudják ugye tovább közvetíteni. Tehát nem szerencsés az a szituáció, hogyha valaki marad egy ilyen közegben, mert körülötte tulajdonképpen egy ilyen toxikus légkört lehet létrehozni, és mivel nem tudja magát megvédeni, ezért ugye tulajdonképpen olyan, mint amikor csukott szemmel egy céllövöldében valaki lövöldözik, megpróbálhat beszélni az emberekkel, hogy egész valószínű, hogy róla ezt mondták, azt mondták, amazt mondták, de hát ugye, ha ezt nem tudja, akkor egy idő után azt fogják mondani, hogy hello, hát ez nem is hangzott el, vagy nem is volt ilyen, ugye? Mert nagyon sokszor ezek az emberek, akik lenyomták a másikat, azok nem rosszat mondanak róla, hanem hallgatnak. Tehát tulajdonképpen nem lényegesnek tekintik, és mivel nem lényegesnek tekintik, ezért tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mit ugrál ez az ember, hiszen semmi nem történik az úgy, ahogy a nő gondolja. Tehát nagyon-nagyon lényeges az, hogy egy ilyen toxikus légkörben, amit itt a Matarazzo produkált, és amit egyébként a Tedesco megcsinált ugye a Szobosztai köré, mert mondjuk meg, hogy ugyanez a szituáció volt, csak nem volt ennyire erős, mert ugye Szobosztait azért kénytelen volt szinte minden meccsen berakni, csak sokkal kevesebbet játszatta, mint amennyit a Szobosztai egyébként megérdemelt volna. Tehát ilyen toxikus légkörök, ezek vannak az emberek számára, és ezeket a toxikus légköröket ott kell hagyni. Ugye a Tedesco nagyon-nagyon nagyot koppant, mert őt küldték el, mert eredménytelen volt, és a Marco Rosa pedig már sokkal régebbről ismerte a Szobosztai Dominikot, és innentől kezdve teljesen nyilvánvaló volt, hogy Szobosztai benne van a kezdőcsapatban, és Szobosztai teljesítményét látva, ugye a Jürgen Kloppét úgy döntöttek, hogy elhívják őt a Liverpoolba. Tehát ilyenkor ugye a jó forgatókönyv érvényesül, és azt se felejtsük el, hogy ez akkor is érvényesülhet, ez a jó forgatókönyv, ha valaki nem focista, hanem egy munkahelyen van, és ott le van nyomva. Tehát nem kell az embernek megvárnia azt, amíg a toxikus légkör kialakul körülötte, hanem lépjen. Ugye, ha viszont azt a döntést hozod, és ez már Szalaitól független, mert Szalai szerintem nem fogja ezt a döntést hozni, hiszen neki Európa-bajnokság van, aztán remélhetőleg lesz majd világbajnokság, tehát ő neki nem lehet várnia, de hogyha valaki egy munkavállaló, egy ilyen típusú munkahelyen azt a döntést hozza, hogy kivárja, hát ahhoz sok embernyi erő kell. Ez az igazi heroikus dolog, ha belegondolunk. Az illető azt mondja, hogy igazságtalanul megaláztak, lenyomtak a víz felszíne alá, mégsem megyek el, mert élő példája vagyok annak, hogy ilyet nem lehet csinálni emberekkel, és megvárom azt, amíg ezek a dolgok úgy rendeződnek, hogy az igazság újra kiderül. Ehhez viszont olyan heroikus, olyan embertelen erő kell, amit az emberek túlnyomó részének én biztosan nem ajánlok, és egyáltalán nem biztos az, hogy a te győzelmeddel fog zárulni a dolog. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy attól, hogy te még kitartó vagy, hiszel a jó Istenben, és tudod azt, hogy aki bűnt követett el veled szemben, az megkapja maga büntetését, hogy az attól még így fog történni. Hiszen ne felejtsük el, hogyha már ezt egy ilyen keresztény horizonton nézzük, egyáltalán nem biztos, hogy ebben az életben fogja az illető megkapni azt a büntetést, amit csinált veled, vagy más emberekkel, mert ezek az emberek másokkal is megcsinálják ugyanezt természetesen, tehát te nem vagy egy nagy esemény, nagy eséllyel az ő világukban. Tehát visszatérve a mi történetünkre, és sokan azt mondják, hogy talán ezt egy kicsit túlbeszéltem, de remélem, hogy mindenki érti. Szalai Attila története egy sokkal általánosabb történet. Vagy egy munkahelyen, ahol igazságtalanul lenyomnak téged, nem abban a pozícióban vagy, ahol kellene lenned, mit csinálsz? A sportoló számára nem kérdés, hogy el kell menni, de a munkavállaló számára sem kérdés, hogy el kell menni, mert azok, akik téged lenyomtak, azok toxikus légkört teremtenek körülötted. Tehát minél hamarabb azt kell csinálni a menedzsmentnek, hogy el kell Attilát vinni. Ez a magyar labdarúgás érdeke, ez a bizonyos értelemben nemzetközi labdarúgás érdeke is, hiszen az, aki szereti a jó focit,
és látja azt, hogy a Szalai Attila mekkorát alkot a válogatottban, az ugyanezt mondja most. Tehát aki egy kicsit is szereti a magyar labdarúgást, már pedig nagyon sok olyan barátja van a magyar focinak, aki nem is gondolnák, hogy Dél-Amerikában, Közép-Amerikában, Afrikában milyen sokan szeretik az újjáalakult magyar labdarúgást, azok mind-mind-mind ebben a szituációban ugyanezt mondják. Úgyhogy a Bayern-Hoffenheim mérkőzésnek ez a fő tanulsága, Attila, menj el ettől a csapattól. Ezt tudom mondani. Akkor is ezt mondom, hogyha most valami csoda fog történni, és akkor a Matarazzót megregulázzák felülről, és azt fogják neki mondani, hogy már pedig a Szalait beteszed, mert a Szalai sokkal többet ér annál, hogy ott üljön a kispadon, és kikapsz a csapatoddal, ha nem játszik az Attila. Akkor is ezt fogom mondani, hogy ezen a ponton, tehát remélem mindenki érti, amit mondok, ezen a pontján a történetnek, Szalai Attilának el kell mennie. Azt, hogy aztán hogy alakul a történet, azt majd a jövő eldönti, mert hogy az életet előrefele éljük, de visszafele értjük meg, tehát egészen valószínű, hogy ez majd kiderül, hogy itt mi történik, és mi lesz az, ami a megfelelő megoldás lesz a Szalai Attila számára. Úgyhogy én azt tudom jelen pillanatban, jelen nézőpontból mondani, hogy Szalai Attilának a leghamarabb és leggyorsabban ott kell hagyni ezt a toxikus légkört, amit az edzője teremt köré. Az edzője teremt köré. Na hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, akkor arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt állt a számlaszámon, vagy nyomd meg a szuper köszönet gombot, ez olyan, mint egy kávéra hívnál meg, hajrá Magyarország, hajrá Szalai Attila, a jó Isten áldjon meg mindenkit.